Sziasztok, itt vagyunk a télapó következő részébe, és valószínűleg az utolsó részbe. Ugye elköltöztettük egy gyereket, és képzeljétek el, hogy azóta nem tudom miért, vagy hát tudom miért, mert be volt állítva, hogy lehet gyereke, és lett egy gyerekük. És itt van egy gyerek. Na de, most beállítottam ott, tudjátok, hogy ez a gyerek ne legyen többet, hogy ne akarjanak állandóan gyereket. Úgyhogy most ezt a gyereket én fel fogom növeszteni. Ha tetszik neki, ha nem. Na gyere! Azt sem tudom, hogy fiú-e vagy lány egyébként. JC lett. Valószínűleg akkor fiú. JC egyenlőre független. Aranyos kisgyerek, ezt el is veszem innen. Csak éppenséggel én nem akartam ide egyáltalán gyereket. Na jól van, ezt eladjuk. Jézsi, neked majd kell valami ágyat is szerkeztek, de szerintem még ez ráér. Oké. Okay. Nézzük, hogy állnak a többiek. Itt a télapó, ugye most volt a Mikulás, vagy most volt a télapó ünnepség, már itt nem Harvest Fest, akkor még ezután lesz a Mikulás, de volt már Mikulás, hogy ezután ennyi idő eltelt? Nem, most vannak itt. Aha, igen, hogy így meg van engedve sok minden, így nehéz követni, és itt fog a születésnap lenni ennek a kisgyereknek. Oké. Okay. Hát érdekes, hogy így miket alakít a játék. Na, hol vagy télapó? Te még mindig itt vagy? Ugye igazából nem ő a télapó, csak télapó ruhában van. Az előző részben láttátok, hogy volt egy másik valódi télapó. Itten mi van itten, kérem? Tegye csak el innen. Ő mit csinál, főz? Van az ütemezés 6 óránként, átállítom 3 óránként. Nehogy éhezzen, itt ugye van egy Rudolf nevű állatunk. Akinek jelenleg ószos volt, tehát... legyen meg, gyere! Te vagy Clement. Vagy tudod mit, télapó? Gyere csak ide! Mi lenne, ha vele elmenne egy kicsit? Ez se pórázon. Menjenek sétálni. Na, menjünk sétálni velük egy kicsit. Mondjuk beszélhetnél is hozzá egyébként szerintem. Tudod mit? Akkor mi lenne, hogyha... Most hagyd abba? Ismerd meg. Öleld meg. Beszélj hozzá szerintem. Hiszem nekik erre van szükség, de most már egész jól érzi magát. Aha. Még játszani kéne vele. És ezt elküldeni pipélni. Kiálltom. Ezt elmondd meg neki, hogy... Sőt, dicsérjük meg. Ez a játék. De cuki. The room is tranquil. Olyan, hogy ezt igen. Na most már oda kint fog menni. Köszönjük, hogy így ezt előttünk. És mi történik? Na jól van, akkor mi lenne, hogyha te veled? Most meglátogatnánk a lányodat. Menjünk el hozzá. Akit elköltöztetünk.
Megnézzük, mi újság van vele. Egy kicsit a videójátékon vagy videón kívül játszottam azzal a színmel, hogy egy kicsit fejlesztem, hogy ne, meg ne üres stákjam legyen. Ó, ide, Copperdale-be költöztettem, itt már sikerült neki csaláson nélkül elérnem egy kis házikót. Ezt a házat én építettem neki, vagyis hát ő maga, vagy hát én, ért tudjátok. Egész jó. Remélem itthon van amúgy. Hát, mint látjátok, elég kezdetleges. Jó, menj el vécére, aztán mondjuk ez elég pofátlanság, hogy bemész a lányodhoz is. Mint hogyha el lenne egy kicsit ízve, ezt most vettem észre. Aha. Van neki egy macskája. Ott van, ott van Ni, Loki. Mert nagyon magányos volt, és nem akartam, hogy valami történjen vele, hogy meghalljon a magányságtól, mert volt már rá példa egyik színem, hogy nem is a magányságtól, hanem felbőszítette magát, és szó szerint abban meghalt. Persze, szolgált ki magad, egyébként még jó, hogy van torta. Egyébként téged meg le kéne fogyasztani. Télapó, nem? Egy kicsit eléggé súlyos egyéniség vagy. Ők nem mehetnek együtt a randin kívül valahova? Egyetek barátok. Oké, akkor mi lenne, ha most elmennél, és vele elmentek egy kicsit edzeni, mondjuk őt nem tudom. És hívják Holly. Oké, gyere Hollyval. Vagy Hollyval már nem mehet, de mehet Hollyval is. Egy kis edzés rátok fér mind a kettőtökre. Jaj, te meg olyan cuki vagy ott. Egy kicsit. Ah, itt nem is tűnik, hogy ő Holly. Nem is tűnik, akkor a ruha sokkal rosszabbul állt rajta. Nem is tűnik olyan testesnek, sőt, pont jó. Na mindegy, de apukádnak kell egy kicsit. Egy kis edzést nem árt. Amúgy ezt most jelenleg szentestén veszem fel, úgyhogy remélem, hogy másnap, első napján, karácsony első napján ki tudom rakni. Vagy még szenteste estén, majd látom, hogy hogy kerülök ide, hogy hogy jutok haza. A másik az, hogy most kell éppen a pogácsám, úgyhogy ezért is tudok játszani, ha valaki esetleg azt mondja, hogy nincs a dolgom. Szentestén, mert van. Csak én már előre dolgoztam, már tegnap nagyon sok mindent megcsináltam. Most megcsináltam, csináltam gyümölcssalátát, és pogácsa az meg most jelenleg kell. Jönnek. Kell egy óra hossza, addig gondoltam, hogy veszek fel egy videót, hogy addig se teljen üresen a napom. Ó, szeresse, oké. Meg hát ti sem maradjatok videó nélkül, meg ígértem, gondoltam, hogy még csinálok egy részt ebből a télapóból. Télapó? Gyere! Edzél csak! Oké, edzettél eleget, és kezdjél el jótékonykodni. Úgy gondoltam, most egy ilyen nap lesz, és... Itt ez, itt legyél kedves vele, barátságos, beszélj a világ békéről, őt is segítsél egy rossz kap... Segítsél egy rossz kapcsolatban. Ti most rossz kapcsolatban vagytok? Téged de régen láttalak, gyere csak ide. Ó, ő egy edző. Hozd fel a napját. Na menjél el. Tudom, hogy fáradt vagy, de még kibírod. Neki is segítsél valamit. Hát hogy hívják?
Dina Caliente. Ő edző, termi tréner. A fotó. Popkopi. És még valamit. Beszél a fitness technikáról. Na most elment? Aha. Jó. Akkor gyere tusoljál le. Itt tudsz tusolni? Nem, itt nem tudsz tusolni. De hol? Akkor... De hát tiétek ez, bocsánat. Aha. Akkor ez a férfi. Oké, és ezt nem is figyeltem, hogy ez külön van. Aztán itt nem tudom, miért van pirosba Joyce. De mindjárt már hazamegyünk is. Megnézzük. Oké, oké, nem. Hát úgy látszik, te még mindig nem fogytál le, de nem baj. Nem, menjél haza. Ne itt aludjál már. Oké, te menjél aludni. Jaj, nem tudom, miért ide jöttem be, bocsánat. Egy vonat, ezt elrakjuk. Gondolom a gyerek születésékor kapták. Igen, te menjél aludni, és te nem tudom, miért vagy pirosba. Tiszta idegbajos vagy. Ja, mert éhes vagy. Aha. A gyerek az meg tud halni. Ha? Mi történik, baba? Ad neked valaki enni? Mondta, hogy éhes. Na, adsz neki enni valamit? Nem. Konkrétan letolják a fejét. Elviszi a szociális néni? Ah, te csóri. Biztos van a hűtőben valami. Ne nézzünk. Van, hát itt egy... Pont jó lesznek ez a saláta. Ha már nem kaptál valamit. Ja, hogy le se tudsz menni? Na, akkor várjál, felhozom neked. Hol van? Itt van. Ne rugozzál már, hanem egyél. Edd meg a kerti salátát. Na, helyes. Elég is lesz neki. Oké, te veletek mi újság van? Oda rendes vagy, te kiviszed a szemetet. Te cuki vagy. Akkor csináld meg a házidat egyúttal. Te? Te szeretsz korcsolyázni, úgy látom. De neked se ártana egy házi készítés. Jó. Te hol vagy? Akkor is te is korcsolyázó. Mindenki korcsolyázik. Megértelek benneteket konkrétan. Tökre megértelek benneteket. Ha már van egy ekkora korcsolya a pályátok. Jó, lecke, lecke. Lecke. Neked meg mi? Jó, hát. Jó, hogy ez elromlott. Ah, cseréljük, te van most pénzetek, köszi. És használd is. Amúgy te egész jól vagy. Te mit szeretnél egyébként? Mentorálni a gyerekedet a háziba. Oké, akkor gyere, mentoráld. Vagy már nem tudod? Már megcsinálta? Jó. Hova ültél le? Annyira cuki vagy, hát erről csinálok egy fotót. Annyira édes.
Ó, cuki pofa. Nem zavartatja különösebben magát. Oké, ő is. Akkor viszont téged tud mentorálni. Nem foglalkozni az a gyerekkel. Hanem. Ilyenkor már nem lehet, amikor elkezdték a házit csinálni. Hopp, vissza. Itt volt. De itt láttam volna. Nem, mutassa be a házi állatot. Ismer meg új szimet. Ismer meg új szimet. Oké, akkor gyere csak. Itt pont jön egy cím, ezt megismerheted. Mi lenne, ha elmenni a valahova? Egyébként ki se tetted még a házból a lábadat, úgyhogy figyelj csak, te úgyse vagy álmos. Mondjuk Rudolffal ketten menjetek el. Itt valahova. Ja, egyszer voltak, de a fürdőben voltak együtt. Hát ez nem most volt, az még az első vagy a második részben volt. Hova is menjünk? Ez a fürdő, ugye? Vagy ez... Nem, ez a fürdő, ezek bélemények. Jöjjünk ide mondjuk. Készen vannak a házik. Oké. Okay. Akkor... Gyere, csücsülj ide. Rendelj mondjuk, rendelj egy italt, tudod mit? Rendelj egy italt. De azért átöltözhettél volna mondjuk egy plazma dzsint. Hát ugye miért nem öltöznek át? Ruhák. Na, végre. Gyere, egy kicsit bulizzál. Na. Oda rakja le, amikor meg ott ülünk. Hát figyelj már oda te. Nem kapsz borravalót. Tartsa eladást az ugatásról, hogy ne ugassál, amikor itt nem éppen lazulok. Majd elviszlek mindjárt valahova. Ó, egy kicsit lehet meg kéne fürdetni. Mondjuk lehet, hogy elég, ha csak le kell félni majd. Játsszál vele egy kicsit. Hú, hány ingere van. De ugye nem vagy terhes. Lehet, hogy inkább őt hazaküldöm. Mert így nem tud normálisan... Vagy nem mehet haza? Ha nem lehet, hogy csak együtt mehetnek haza. Akkor mi lenne? Az a féled meg alszik, mi? Nem, föl kell, akkor gyere! Hozz ide! Baj! Fogadjunk, te is pizsomába? Ez pizsoma party, vagy mi lesz itt, kérem? Hát öltözöm már át maga. Itt van Holly. Akkor ne randizunk. Gyere, akkor beszélgessünk Hollyval. De jó beszélgetnek. Ó, szegény, milyen patt is a bőre. Majd meg kell csinálni. Na, de jó, a szülőkkel itt beszélget. Valami értékes leckét, valamit tanítsatok neki, vagy nem is tudom, lehet ilyet neki? Hát, de ismeri a házi állatot, nem? Gyerekek mennek iskolába. Amúgy tudnátok, meddig van még? Gyerekkor így 22 nap. Aha. Mondjuk, ha ő fiúnak születed, mondjuk ő is át tudja venni a stafétabotot majd az apjától. Egyszer.
Hozza zavarba, de hogy hozza zavarba. Jó, mi lenne, hogyha veled ti hazamennétek? Jó, azt akarom, hogy jó kapcsolatuk legyen nekik. De... Vegye rá, hogy terítse meg az asztalt, ne vedd rá! Vedd rá, hogy terítse meg az asztalt. Milyen asztalt fog itt megteríteni? Mitől lettél romantikus? Ismerd meg egy új szemed. De gyere, ismerd meg! Gyere! Egyébként azért jöttünk, hogy megismerkedjünk új színmel, igaz? Oké, már is jobb. Igaz? Hallgasson zenét. Fissjön fel a tükörnél. Hol van itt egy tükör? Te tükör. Fissjön fel. Gyere! Valita, most terítesz valahol? Megterítettél valahol? Nem úgy látnám. Oké, hopsz. Igen, igen, ha már itt vagy. Jó, nyugodtan gyere be a házjárat is. Oké, aztán rendelünk valami kaját is, mert láttam, hogy éhes. Rendeljen egy ételt. Nem tudom mit. Ez jó lesz. Ezeket az ételeket nem mindet ismerem. Ez valami húsgombócos valami. Vagy nem? Olyan nálunk a pörköl, de fel se tudja mi ez. Jaj, ne! Ne romantikusat! Jó, akkor kacsira mutatkozz el be. De meg volt. Amit szeretném. Jó, próbáld meg. Flörtölni akarsz valakivel? Akkor flörtölj vele. Nem tetszik neki, de hát nem érdekel minket különösebben, hogy tetszik el neki, vagy nem tetszik. Hát azt nem. Mi ez? Kolbászkarikák. Kör is kolbászkarikák. Hát maga mit tetszik itt csinálni egyébként? Vele barátkozzunk. Kérdezik, mi a karrierje? Ismerjük meg. Kezdenc hobbiát. Ó, van botanikus kedve, amit kertész lehet akkor. Popovna. Snob. Ó, hát nem látszik rajta pedig, hogy snob egyáltalán. Kedvenc színe. És te is. De milyen random színeket dob ide? Jó van, szerintem most már menjetek haza. Megint is nagyon elfáradtak. Ó, zöld a kedvenc színe. Akkor menjél, tusoljál először is. Vegyél egy fürdőt, majd utána hajszol. Ő is éppen tévézik, mint hogy fürödne. De van neked itt ilyen fürdőtök még, úgyhogy menjél, vegyél te is egy fürdőt. Te hogy állítasz? Neked vécézni kéne. Te állandóan korcsolyázol. Te vagy a korcsolya világbajnoka. Szerintem már korcsolyából nagyon jó vagy. Mozgásból 4-es. Ja, hogy ti ketten korcsolyáztatok. Ó. Éhes. Aha. Hát. Van hűtő. És van gyors kaja is. Mondjuk egyenlőre, de mi lenne, ha rendelnél valami kaját? Most egyenlőre. Nincs van.
Na, rendeljünk egy pizzát, egy kebabos pizzát. És akkor tudtok kajálni egy kicsit. Tudod, az edény, mert nem tud a kutya enni. Humor and Hygiene Festival. Hát most nem megyünk, ne haragudj. Neki is. De valahol hiscsorgást hallottam. Össze-vissza itt. Aha, nem tud, szegény, nem tud sehova se elmenni. Fisi, nem még. Kölyök még mindig fűrik. Gyere már ki innen. Szegény kislány nem tud fürödni, vagy pisilni. Úgy látom, nem elég a vétce. Te meg, mi lenne, hogyha ezt eltakarítanád? De mit csinálsz amúgy? Hát konkrétan rossz alkot. Nem kéne ezt a gyereket megnevelni? Na, erőteljesen szóljál rá, hát ha... Nem lesztek a legjobb, de... Jó van utána. Egy kicsit jobban is leszünk. Tisztuk ki, amúgy nagyon szép kisgyerek lett egyébként belőle. Annak ellenére, hogy hát nem tervezett volt. Jó, szerintem akkor itt abba is hagyom. Igazából most hirtelen nem is tudok mit kihozni ebből a játékból. Kívánok mindenkinek nagyon boldog karácsonyt, és boldog új évet is. Köszönöm szépen, addig is néztétek a videómat. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!